Hello srácok, mi a helyzet? Ez itt a Gaming is Fun csatorna, Magyarország egyetlen olyan videójátékokkal foglalkozó csatornája, amin láthattok WWE 2K17 My Career végigjátszást, és az előző részben az NXT TakeOver ugyan egy kicsit furcsán sikerült, úgyhogy nem indult az elején a játék, aztán pedig be is rágtam mind Balorra, mind Triple H-re, mind Fandangóra, de most egy új fejezet kezdődik, amiben Finn Balor ellen fogunk feudolni, és megcélozzuk nem mást, mint Samoa Joe vállain nyugvó NXT... What? Scott Dawson vállán nyugvó NXT bajnoki övet. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem. Ha tetszik, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a folytatásról. Egyébként van egy ilyen furcsa t-shirt sales, hogy is mondjam, diagram, ami azt mutatja, hogy ahogy alakulnak a hetek és meccsek, fellépések, mennyi pólót vesznek, vagy te merchandise-odat mennyien veszik meg, és hát ugye az elején kezdődött új fiú, és megvettek sokat, aztán nem volt meccsünk egy héten, mert akkor állítgattam a dolgokat, és az videón kívül volt, de nem maradtatok le egyébként semmiről. Aztán volt ugye ez a Big Cass-es hét volt, azt hiszem, ez a May 3, és akkor már kezdtünk hílek lenni, aztán pedig most az NXT TakeOver Londonon, Brooklynon, pedig már eléggé definitív hílek vagyunk, és hát... ezért már a mamák nem veszik meg papák a gyerekeiknek a én pólómat, mert úgy gondolják, hogy rossz fiú vagyok. Amit nagyon jól gondolnak, mert én vagyok az internet legjobb híje, csapassuk a van-on-vant, de előtte még lehet promót beállítani? Ó, nem lehet promózni, hogyha Rivalry-ben vagyok. Ez mondjuk jó, mert valószínűleg cutscene lesz. Ó, izé, vigyett a... Igen, tehát a WWE-nek a lényege a storyline-ok és a feudok, és erre van építve az egész business, hogy kettő ellenfél egymás ellen az indulatait kiviszi, és itt van az év meccse Kevin Owens vs. Sami Zayn a Battleground-ral, aztán itt van Bret Hart vs. Shawn Michaels feud is, ugye, ami aztán a Screwjobbal ért véget, aztán pedig itt van például Undertaker vs. Mankind, ahol Mankind köbben meghalt, amikor az asztalra dobta őt Undertaker a Hell in a Cell tetejéről. És a rivalizálások azok nem születnek, azokat csinálják, és az kijön belőlünk, ahogy gyűlöljük a másikat. Cena vs. Edge, az is egy jó feud volt, aztán a vége felé tám Big Show is bekapcsolódott, de szép dekoltás. Aztán ez WrestleMania 20 valamennyi volt, 24 talán ez, amit most láttunk, ez a Shawn Michaels entrance. Aztán talán minden idők legjobb feudja a WWE-ben a The Rock Stone Cold, ami a WrestleMania 19-en vagy 8-on ért véget. Azzal, hogy háromszor is kirúgott a... ezéből. Ó, ez is egy Double Table MM Edge-nek. Cena nyerte meg, nem tudom, hanyatszorra már a bajnoki övet. Aztán ez volt a Screwjob, úgy láttam. Igen, tehát általában a feudokba bevonnak öveket is, tehát hogy övért megy a rivalizálás, de most Balorral valami több van, és valami más. Egyébként el szeretném skippelni, mert megint le fogja tiltani a WWE, vagyis hát a YouTube a videómat, nem, ez nektek nem visual content. Kajok azt fogom csinálni, hogy felteszem az arcomat ilyenkor nagyba. Remélem, hogy nem felejtem el. NXT Chant-tel megint érkezünk, Michael Cole megint pofázik, és hát rám vágnak a Full Sail University-ben, Orlando, Floridában. Csak már mennék tovább, mert közben nekem sietős dolgom van,
olyan téren, hogy nem bírok várni Finn Balor megverésére. Arra kérlek titeket, hogy osszátok meg a videót, mert csak így tud eljutni más magyar pankrációt szerető emberhez is, és mivel ez nem egy túl nagy réteg, viszont nagyon összetartó, ezért szerintem tudtok ebben nekem segíteni. És érkezik is az internet legjobb híje, nem más, mint VMB, egyenesen a Gaming is Funról, itt a Full Sailben. És egyébként írhattam volna azt is, hogy VMB nem az, hogy Varga Monar Beltran, de... You know, who the fuck cares? És továbbra is elérhető a Gaming is Funos póló a WWE shopban, James Ellsworth pólójánál is többet adtak el belőle, ami tényleg sok, mert Ellsworth-é egyébként a legtöbbet eladott póló, ami nagyon bizarr, az képest, hogy nincsen áll a szegénykének. Továbbra is rohadt hangos a zene, úgyhogy remélem, hogy nektek nem fogja elnyomni, mert nekem hihetetlen, hogy magamat nem hallom szinte. Banner entrance-ját már sokszor láttuk, úgyhogy bocsi, de most elskippelném ezt. És it's time to the match. Nekiesünk egyből, meg szétszedjük kajakra, olyan indulatok gyülemlettek fel bennem, de valószínűleg benne is, amit már nem bírunk visszafogni, és egy igazi bad blood van köztünk. Most reversal Balor, közben már egész jó momentumunk van, megfordít, és rárúg a, hát a felső karunkra, felkarunkra. Az a baj, hogy nem tudok reversálni, mert nagyon erős Balor ellenfélként, 88-as, én 77-es vagyok. Tök jól néz ki a kickpad egyébként, mind az övé, mind az enyém, szerintem. Az enyém ilyen kis magyar színeket azért megtartottam, mert mégiscsak azért egyedüli magyarként a WWE-ben legalább képviseljük Magyarországot. De reversáltam, hát... Jesus! Szétkap Balor! Aztán surfboard. Hát, megdugta a lábam surfboard előkészítésében. Végre kivédtük. És egy arm... mondjuk nem jut eszembe. Hát ez nem sima arm, de nem tudom minek hívják. Aztán alatta, fölötte. És most... heel kick elől azért durván kivette a fejét, de mi meg ezt reversáltuk, és most jövünk egy, nem jövünk egy szuplexel, viszont kigorulunk, haha, bum, mi vagyunk itt a jók, ujjjjj, az elég erős forearm volt, és most már a ring mellett verekszünk Finn Balorral itt az NXT-ben, amit egyébként a közeljövőben élővé akarnak tenni, aminek nem látom sok értelmét. Azért, mert egy, ott még senki nem abszolút két szupersztár, talán Nakamurát és Joe-t leszámítva, meg Tanaszkát, szóval benne van a hibázási lehetőség, és élőben attól nem lehet kivágni, hogyha bocs van, vagy olyan sérülés van, ami gáz, vagy valami, szóval én nem tartom jó ötletnek, hogy az NXT az... élő. Amúgy Tommy End is viszonylag két szupersztár, csak arról még lehet, hogy nem tudnak az NXT rajongók. Egy gyönyörű Hurricane Rana, és már signature-ünk van. Mondjuk eskü nem jut eszembe, mi a signature-öm. Rolling Soviet, ez egy jó mozdulat, akkor azt mindjárt beadjuk. Csak előtte még egy Flattener-t, az nem Flattener, hanem Hurricane Rana, csak ez egy másik fajta volt, mert ez nem running. Viszont most én olyasminek ki... Nem? De miért ilyen rossz az animáció, mikor ez az év mozdulata? Jó, mindegy, majd megcsinálom máskor is. De most! Most megfogta a repülő lábamat, ami rohadt gyorsan ment, ezért ezt kapod. És aztán egy heel kick, és gyerünk fel. Úgy.
Shooting Star Press! Elmozdult! Mi a szar? Na ide gyere ki, te! Én vagyok itt a király, gyere! James Ellsworth-ösben futkározunk egy kicsit errefelé. Szóval itt felmegyünk. És, amire nem számított, Phenomenal Forearm! Amikor visszaér gyorsan, pinneljed! Egy, kettő, igen, kettőnél kirúgott belőle, de nem baj, mert belerúgunk, dír, aztán egy térd az arcba, indul Berci a harcba. Shooting Star Press, viszont most nem a felső kötéről, ez viszont bejött, és most pedig egy springboard, 450 fokos splash, miért nem izé ping combo, nem baj, számoljál Spori, számoljál. Egy, kettő, kirúgott belőle újra. Akkor dolgozunk egy kicsit szerintem a fején, mert az még csak sárga damage-es. Én egyébként jól állok jelenleg. Egy signature-ünk van, ami nagyon fontos momentum egy meccsben. Amit mindjárt be is adok. Csak gyűjjön össze egy kis stamina. Ő meg álljon fel addig. Igen, bizony, bizony így van, gyere, gyere. És... kék halál! Úristen, lerúgtuk a fejét! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Egy, kettő, kirúgott az utolsó pillanatban! Mi? Hát Spori milyen lassan számolt? Banyek? Nem igaz. Oké. Nincs kegyelem. Ugyanis. Reverszálta a Codebreakert? Basszus, és signature-je és finisher-je is van. Nagyon nem lesz jó. Nagyon nem. Gyerekek, nagyon nem szurkoljatok, mert ez még gáz lesz. Na hát megint dolgozik a kezünkre, lehet submission-t akar, vagy valamit. Két finisherje van, Jesus! Nem szabad, hogy beadja, nem szabad. Jaj, kúdaká, ne csak. Bum, ezt elrontottad! Ezt viszont én is. Nem baj, legalább már ez a finisherje. Az a baj, hogy igen. 1800 valamennyi, 48, vagy valami ilyesmi neve van, vagy 68. Comeback-je van. Nekem is, gyere. Gyere. Comeback move. Na, gyere, gyere. Comeback move. Úgy. Kicsit színásban toljuk, bocsi ezért, nem állítottam be még comeback-et. Nem baj, nézzétek el, most nekem ez elég színás comeback lett. De ami fontosabb, hogy signature-ünk van. És... most már beadjuk a pelékiket is. Boom! Felnyílt a fejbőre! Felnyílt a fejbőre Balornak! De a kegyelemdöfés még csak most következik. Ugyanis ilyet még nem láttatok. Ami most jön. Az a Shooting Star Press a felső kötérről. És gyerünk! Egy! Kettő! Mi? Mi? Felkapta volna a vállát? Az utolsó pillanatban csak olyan kicsi mozdulat volt, hogy... banyek! Ne is comeback-je van? Bullshit! Hát ez nem jött össze, Balorkám. Úgyhogy kapsz egy kis... ilyet. És... Phoenix Splash, ahogy Seth Rollins tanítja. Vagy hát nem tanítja, csak csinálja. Adok neki még egy 450 Splash-t. Úgy. Boom, connected! És kijövő... ja, nem akarom, hogy felálljon. Mármint Valor. Egy kicsit megrúgdassuk úgy. Szerintem én feljövök ide. Kicsit megpihenünk ülve. Mi? Már nem is felállt. Jó van, nem baj, akkor rá... Új! Ez mellé ment. Nem sikerült izét akartam. Panyek a csop! Ne! Fú, ez de szép mozgatsor volt. De már eléggé fel van nyílva a feje. Viszont nekem van ilyen, hogy eszkép. Igaz, hogy lement vele a staminám, de... legalább nem kell elszenvednem a mozdulatait. Na gyere, Balor! Mutasd, mit tudsz. Sling Blade, úgyhogy én rohantam a Codebreakerre. Panyek, nem már. Nem már. Nem jó. Nagyon nem. Hát ezt kivédtük, és... Codebreaker! Dír! Azaz, gyerünk! Nem érdekel! Pinneljed! Pinneljed! Gyerünk már, Spori! Egy! Kettő!
Jesus! 4,5 csillagos meccs, de mi ez? Miből rúg ki még? Jesus, akkor egy powerbomb. Reversal és signature-je van, és már tiszta vér az arca. Ne, tudom mi készül, ne, csak azt ne. Panyek, ne! Basszus! Úristen, milyen vére, shotgun dropkick! Nem lesz jó, ha beadja. Nem bizony. De nem adja! De nem adja a finisherét! Vagy ez a finisher akart lenni, igen. Kivédtük. Újabb signature. Mit csináljunk? Szerintem egy powerbomb. Mert a feje az már szét van, de úgy látom a teste az még bírja. Úgyhogy boom to your ass. És aztán... Nem ezt csináljuk. Nem ezt csináljuk. Gondolkozok, milyen mozdulat kéne. Hát, szerintem a pelékik az elég jó. Viszont, gyerekek, mivel... Mi van? Ilyen véres, hogy meg kell nézned. Most ott pinelném, meg adnám a finishert. Oké, mindegy. Gyere. De fogd már meg, Azaz, nem működött a Codebreaker, úgyhogy valami máshoz kell folyamodni. Ami nem más, mint egy újabb Shooting Star Press. Mi? Abilities list. Oké, nem szóltam. Oké, pineljük. Egy. Kettő. Nem lehet megverni Balort. Nem lehet megverni Balort, tényleg? Komolyan? Igen? Hát, adok még neki egy ilyet. Ha nem bocsolnánk szarrá magunkat ma, mint én. A kólokban, mint pedig ő, a combja milyen jó kis. Oké, fejbe rúgjuk. Enzugiri, aztán reversal, nem baj, nekünk van egy kicsit jobb momentumunk. És ezt is kivédtük, 5 csillagos meccs. Ezt kivédte, ne. Nem jó. És ezt a hülye mozdulatot adja. Amúgy tök jó, hogy éles könyököseket ad, és ő vérzik. Hát ez Balor ma, ez véres november. Ójjaj, nem. Utálom az ilyet. Ne. Oké, ne. Jaj, nem akarom lekopogni. Oké. Ó, ez nagyon szoros volt. DDT, bum a véres fejre. Úgy is van, csak már nem bírjuk mi se. Olyan hosszú ez a meccs, és jól látszik, hogy már többször is volt egymás ellen meccs ennek a két embernek, mert úgy is vanik egymás, hogy reversal party van egy, kettő pedig a finisherekből kirúgdosnak. Állj fel. Úgy. Mit adjunk neki? Egy ilyet, ami nem más, mint egy térdes az arcba. Úgy is van. Aztán reversal, persze. És pinel, ki kell rúgni. Egy. Oké. Még kettő előtt sikerült kirúgni. Finisherünk van, már csak be kéne adni. Csak egy dropkicket adott a hátunkba, ami sosem jó. Viszont ez egy kivédés volt. Aztán pedig megyünk a ring külsejéhez. Egy Sunset Flip powerbombbal, és most pedig az következik, ami még nem volt. Amit úgy hívnak, hogy egy kis brawl. Amúgy az nem volt? Volt. Nézzük, hogy mit tudunk csinálni. Nem akarom ellőni a finishert. Aha. Hanem helyette egy kicsit mást. Ami a feudunk elindításához pont jó lesz. A vérző fejére egy big boot. Úgyhogy közben a másikat a Solid Steel, szia Uriel, Solid Steel ring post adja. Jesus! Lerúgtuk a fejét a helyéről. Finn Balor rég halott.
vége a meccsnek, annyi, hogy ki kell, hogy számolja, én meg tauntoljam egy kicsit a közönséget, meg Balort. Kicsit renegédesen itt vagyok. Nine! Ten! Itt vagyunk! By way of countout, here is your winner! The best heel in this industry. VMB. És kaptunk nagyon sok pontot, annyira nem sokat, mivel csak countout volt, amit továbbra sem értek, hogy egy countout miért kevesebb, mint egy pinfall, de minden esetre elég jó kis meccs volt, reversal party, de nagyon durván. Úgyhogy megnézzük, hogy hogy sikerült-e feljebb mászni a ranglétrán itt az NXT-ben. Nagyon remélem, hogy a main eventre nem sikerült. Nem baj, viszont kaptam 16 rival pointsot Balor ellen, amit mire lehet elhasználni? Vajon? 16 rival points. Megnézem, mire lehet elhasználni. Tyson Kidd ellen. Promózni nem lehet, oké, vágom. Finn Balor van izén, aha, run-inelni lehet, akkor esetleg az kerül mondjuk izébe? Ilyen rival pontba. Anyways, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Nagyon remélem, hogy tetszett. Nyomjatok egy lájkot, ha így van. Iratkozzatok fel a következő részekért, hogy le ne maradjatok róla. És legközelebbig pedig gaming is fun. Sziasztok!